Batman, Superman, Vasember, Királylány, Hófehérke, Tündér, Tigris. És még lehetne sorolni, milyen jelmezek voltak. A felső őrsi, Miske óvoda, napsugár csoportosai, szüleikkel és óvónőikkel farsangi mulatságon vettek részt. A csöpségek már hetek óta készültek dalos és táncos előadással, mellyel elsősorban szüleiknek kedveskedtek. Kivételes pillanat, mikor a királylány Hófehérkével és Vasember Pókemberrel táncolt. Az ünnepi készülődésben napokkal korábban papírmaszkokat is készítettek, melyeket az óvoda falán kiállítottak, hogy mindenki láthassa. A nagy napon azonban a legtöbben mesefigurának és akcióhősnek, bohócnak vagy állatkának öltöztek. A minyon sárga-kék öltözékével a modern mesék világát idézte meg. Minyon vagyok, és azért ezt választottam, mert van egy elza. Lám én milyen szobán vagyok, mint a kóró elszáradok, ebben a nagy mellett. Az ovisok körében az akcióhősök jelenléte mindennapos. Most Vasember és Batman állt a mikrofon elé. A Vasember. Azért választottam ezt, mert nekem ez tetszett. És mi ez a Vasember? Mit szokott csinálni? A Vasember sokat szokott harcolni. És kikkel harcol a Vasember? Hát az úton az a gonosz ember azzal szokott harcolni. Batman vagyok. A Batmanek harcolnak a rosszakkal. És mit csinál a rosszakkal a Batman? A rendőrhoz viszi, és a rendőrök meg elviszik a börtönbe. A csoportos előadást a szülőkkel közös versenyek és ügyességi játékok követték. Pingponglabda cipelés kanálban, szülőlábán járás, újságpapíron táncolás és székfoglaló, ahol csak egy győztes maradhat. A vidám, jó hangulatú, farsangi műsor finomságok fogyasztásával folytatódott.